Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Der Garten der Liebe. Így hívom ezt a jóslást, ami magyarul annyit jelent, a szerelem kertje. Ez most lesz egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, akkor ez rád vonatkozik személyes. A díjam 4500 forint. Ha asztrológiával együtt kéred, akkor a díjam 10.000 forint, és akkor kivetem a kártyát, és ehhez tartozik egy elemzés, ahol összehasonlítom a te horoszkópodat az övével. Amennyiben nem tudod azt, hogy hány órakor született, akkor sincs baj, mert a bolygók állását így is meg lehet állapítani, össze tudom hasonlítani a te horoszkópoddal. És most megnézzük ezt a kivetést. Ha te egy hölgy vagy, akkor bepillantunk most a te érzelmi világodba. Itt láthatók az álmok, a vágyak, az elképzelések. Itt egy hosszú út áll előtted, tehát te tervezed a jövődet, vagy vele, vagy nélküle. És most megnézzük az ő érzelmi világát. Ő szeretne valamit lezárni, de ez a koporsó nem csak azt jelenti, hogy itt befejeződik valami, hanem itt vannak régi dolgok, régi emlékek például. Vagy azt is jelentheti, hogy ő úgy érzi, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, hiszen ismeritek egymást az előző életetekből, tehát ez egy régi szerelem. Most megnézzük a te gondolataidat és terveidet. Te szeretnéd tudni, hogy ő mit tervez. Szeretnél belelátni az ő gondolataiba. De lehet, hogy ő most zárkózott, hiszen ez a koporsó azt is jelentheti, hogy ő most szünetelni akar. Nem beszél érzelmekről, nagyon-nagyon zárkózott. Nem beszél a terveiről sem. De mi bepillantunk az ő gondolataiba, és megnézzük azt, hogy mit tervez. Itt látható ez a nappali szoba, ami utal az otthonra. Vagy a te otthonodra, akkor szeretne téged meglátogatni, utalhat az ő otthonára, és akkor szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Persze ez az otthon a gondolataiban azt is jelentheti, hogy ő tervez veled együtt egy közös otthont. Most megnézzük azt, hogy ki vagy, mi befolyásol téged. Itt látható ezen a képen, hogy lesz kapcsolat, közeledés, itt házasságról van szó, de ez szimbolikusan jelenthet bizonyos szerződéseket is. Valaki akar találkozni veled, vagy felajánl számodra egy szerződést. Ki vagy mi befolyásolja őt? Tulajdonképpen senki, hiszen itt látható ez a hölgy, aki téged szimbolizál. Ő vár arra, hogy te jelentkezz nála, hogy te irányítsd az eseményeket. Ő jelenleg inkább olyan visszahúzódó. De visszatérve még erre a kártyára, ami utal a házasságra, és ez a külső befolyás, mint mondtam, ez jelenthet szerződéseket is, de azt is jelentheti, hogy a volt társad,
újra jelentkezik nálad a múltból, vagy valamit kell rendeznetek. És most megtekintjük azt, hogy milyen irányba mennek az események, mit kellene tenned. Itt látható a remény, tehát reménykedj abban, hogy ő nyitott lesz érzelmekről beszélni, elmondja azt, hogy te állsz itt a középpontban, tervez veled egy közös otthont, látni akar téged, de vár arra, hogy te jelentkezz nála. Nem kell, hogy ezt megtedd, hiszen az is fontos, hogy ő is cselekedjen. És mit fog tenni? Itt látható ez a bíróság, és ez jelenti azt, hogy ő benne van egy bizonyos helyzetben, ami őt korlátozza. Vagy valaki parancsolgat neki, vagy van nála egy bírósági ügy. Itt vannak hivatalos dolgok is, nehézségek, kihívások. De ez a kártya utalhat az ő érzelmeire is, fél közeledni hozzád, mert úgy érzi, hogy igazságtalanságok történnek, vagy azt is jelentheti, hogy ő megbántott téged, szégyenli magát, nem tudja azt, hogyan kellene bocsánatot kérni. Ő most jelen pillanatban nagyon visszahúzódó, és itt vannak nála a korlátozások, holott gondol rád, holott szeretne téged meglátogatni, vagy tervez veled egy közös otthont. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ez a víz utal egy új irányra, ami jelenti a jövőtöket. Mi vár rátok? Itt lesz egy betegség, vagy azt is jelentheti, hogy betegít benneteket valami, például ez a helyzet. De ez rövid ideig fog tartani, hiszen megváltozik minden, ott van ez az orvos, aki segít, lehet, hogy ez az ő hivatása, és utal az ő munkájára, hogy most jelenleg elfoglalt, az is lehet, hogy ezen a területen dolgoztok, és együtt fogtok maradni ebben a munkahelyben, de a kártyának van szimbolikus jelentése is, jelenleg betegít téged, vagy őt, vagy mindkettőtöket valami. Itt kell még egy kis idő, tehát a türelem, amíg megvan a gyógyító hatás, és ha ezt lezártátok, akkor lesz egy új kezdet, egy új irány, és erre megvan a lehetőség. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!